A legutóbbi fordulóban a Szeged ellen aratott győzelem után mindössze egy helyen változott az Aquidál FC kezdő 11-je, Nyilasi helyére Paudics került be, míg a ceglédieknél 5 helyen is cserét eszközölt Varga Attila vezetőedző a két csapat csákvári bajnokia előtt. A találkozót a hazaiak kezdték jobban a 4. percben Póti fejelt kevéssel mellé, majd a 9. percben Bakos 2. szöglete már meghozta a csákvár vezető gólját. Én ez Zoltán kollégám úgy, hogy a 2. akkor gól lesz, hát meglátjuk, mennyire lesz jó-jós. És akár istesség! 1-0. A 2. szögletből gól Németh Zoltán kollégámnak igaza lett. Molnár Tibor a gólszerző. A válaszra nem kellett sokat várni, a 12. percben Albert István indítását nem vették komolyan a hazai védők, a labdát Albert Ádám vette mellre, majd a rövid felsőbe vágta a szezonbeli 4. találatát. A gól után a ceglédiek lettek aktívabbak, ám lövéseik nem okoztak igazán nagy zavart a csákvári kapu előtt. Hamarosan az Aquidál is megvillant, a 35. percben Molnár Tibor kiváló beadását, Paudics közelről ajtóablak zicserben a Léc fölé lőtte. A félidőt újabb nagy hazai zicser zárta, Molnár Tibor lövését horvát kapus védte, majd Mészáros ismétlése és Paudics lövése után sem ünnepelhetett gólt a hazai közönség. A 2. félidőt Kocsis mellészálló fejese vezette fel, majd egy veszélyes ceglédi kontra végén kellett tisztáznia a hazai védelemnek. A 69. percben aztán jött az újabb csákvári találat. Bakos biztatják, hogy rúgja rá a hosszú fölsőt választva. Hát, nem tudom, Bakosnak ez jár a fejében, szerintem megint lágyan. Igen, és ott a gól! 2-1! Megint Bakos pontrúgása után, és nagyon örül Horváth Roland, hogy vélhetően hozzáért fejjel. 69. perc. 2-1! A gólt követően Horváth Roland, illetve Albert Ádám kísérletezett, majd Pintér Bence beadásáról maradtak le a játékos társak. A 85. percben Vallejos remek lekészítése után a Bakos lövésénél kellett nagyot mentenie Horvátnak. A hajrában még két veszélyes szabadrúgás kerülhetett be a tudósításokba, a végeredmény azonban már nem változott. Az Aquidál FC 2-1-re nyert a Cegléd ellen. Végre mi kezdtünk egy góllal, majd ezt követően hamar egyenlített az ellenfél kis fegyelmezetlenségből a mi részünkről, de azt hiszem, hogy végig kontrolláltuk a meccset, és végig győzelemben játszottunk, benne volt a csapatban, hogy előbb-utóbb fel fogjuk törni ezt a nagyon szervezett ellenfelet, és hál' Isten sikerült éppen most Horváth Roland révén.